műsor támogatója a Dudu Taxi és Transfer. Elérkezett a nap, amikor átadják a Mosonmagyaróvári Karolina Kórháznak azt a mobil röntgen készüléket, amelynek az árát a Mosonmagyaróvár és vidéke ipartestület kezdeményezésére sikerült összehozni. Ezek azok a támogatások, amelyek életben tartják egyébként a Karolina Kórházat. Nagyon sok nehézséggel küzdünk az egész kórházban, az egészségügyi ellátórendszer, amire a Covid-járvány legalább még egyszer akkor a terhet rót. És ezek a terhek a régi egy funkciós ellátásra tervezett, főleg régi gépek nem bírják. Ezért is volt a felkérés, hogy sürgősen kell még egy mobil röntgent beállítani, hiszen a régi nem fogja tudni bírni a covidos betegeknek a külön röntgenezését. Nyilván arra nagyon kell figyelnünk, hogy aki bizonyítottan covidos vagy covid-gyanús, az ne kerüljön olyan betegek közé, akik egyéb miatt jönnek a röntgenbe diagnosztikai ellátásra. Úgy gondolom, ez a legfontosabb, hogy itt van karácsony előtt, hogy ezt tudják adni azok az emberek, akik szívesen segítettek ahhoz, hogy ez a drága gép kerüljön ide Mosonmagyaróvárra, és karácsony előtt meg tudja kapni a kórház, mielőtt tudják használni, és a betegek gyógyulása a legfontosabb. Körülbelül a 80-90 ember még teljesen nincsen vége, de annyi ember segített ahhoz, hogy ez a gép megjöjjön. Ezt mondhatom azt, hogy egy 1000 forinttól a 2 millió forintig segítettek. A kórház feje fölött csapkodnak a hullámok, de annyira jól látni, hogy mindaz azok, akikért van, akikért épült, akiket szolgálnia kell, azok állnak a vártán, kitartanak a kórházok mellett, és minden emberi eszközzel segítik és támogatják a működését. Különösen most, hogy a kórház lett az országos hírekben folyamatosan megjelenítve, és negatív előjellel, hogy nem tudjuk működtetni bizonyos funkciókat. Különösen most nagyon fontos ez az esemény, hiszen ez mutatja azt, hogy igenis a térség számít ránk, és a kórházvezetés mindent elkövet, nyilván a megyei tisztviselői szolgálattal együtt, hogy ezeket az elvek átmenetileg szüntetett funkciókat a lehető legrövidebb időn belül. Én nagyon szeretném, ha karácsonyt már úgy tölthetnénk, hogy itt tudjuk ellátni a régi akut osztályainkon a betegeket. Szerencsére azzal a jó hírrel érkeztem, a rossz hírek közepette, hogy jövő héttől vissza tud állni a kórház a normál működési rendbe, hiszen megoldódik az a szakember hiány, amit pont a Covid-járvány idézett elő. Ez kiszámíthatatlan volt, gyakorlatilag lehetetlen volt szinte megelőzni, mivel mindenütt járványveszély van, ezért nem egyszerű egy másik kórházból egy-két szakembert kérni, hogy az altatás minősége biztosítva legyen. És ez az, ami okozta ezt a nehézséget. És ha nincs altatórus, hogy akkor sem a sebészet, sem a szülészet, sem traumatológia, semmi sem tud működni, hiszen az altatás mindenhez szükséges. Nem tudom elkerülni a kérdést a nyílt levélhöz. Mit tud hozzászólni? Felem más érzés sem van a levélről. Talán egy katalizátor is lehet, hiszen most, amit a miniszter úr is mondott, hogy a nehézségek, amikor jönnek, amikor ég a ház, akkor kell a segítség. Most pontosan ránk irányít a reflektor, be tudjuk mutatni, milyen segítségre van szükségünk, és hogyha ezeket a segítségeket megkapjuk, akkor biztosan fogunk tudni tovább működni. Válaszokat kaptunk tehát mindenre. Egy nagyszerű gépet adományoztak a kórháznak az iparosok, amivel zökkenőmentesen fog majd a következőkben menni a munka, és úgy néz ki, hogy hamarosan helyreáll a rend is, és a kórház is teljes üzemmódban fog működni.